piacot adtak át nyírbélteken. Európai Uniós forrásból újult meg szinte teljes egészében a nagyközség árusítótere. Még élhetőbb lett a demecseri óvoda. Fedett teraszokkal és hószobával bővült az intézmény, és a játszóteret is felújították. Fejlesztések leveleken, megszépült az iskolapark, és hamarosan elkezdődik a Molnár kastély felújítása. Energetikailag korszerűsítették nyírbéltek piaszcsarnokának épületét, de teljesen megújult az ahhoz tartozó árusítótér is. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntjük Önöket! A beruházás Európai Uniós forrásból valósult meg, mint ahogy két belterületi út felújítása is. Az eseményen hangsúlyozták, az önkormányzat az elmúlt években kiemelkedő pályázati aktivitást mutatott, ennek köszönhetően több mint 2 milliárd forint fejlesztési támogatás hasznosult a településen. Vadonatúj az aszfalt nyírbélteken a Széchenyi közben. Ezt a szakaszt, illetve a Posta utca egy részét újították fel a településen a Top Plus program támogatásából. Ez pedig már a nagyközség piaccsarnoka, amelyet energetikailag korszerűsítettek. Az udvar is teljes egészében megszépült, új aszfaltborítású és térköves parkolót alakítottak ki, a különböző helyi termékeket és terményeket pedig 8 új bódéból árusíthatják. Teljes külső szigetelését oldottuk meg, nyilászárók cseréjét, a mosdóhelyiségek teljesen megújultak, lecsempésztük az összes belső helyiséget fali csempékkel is, illetve járólapokkal. A kerítéseket készítettünk két oldalról, tehát jobbról-balról, illetve az utcai kerítést is elkészítettük, az kovácsolt vasból és klinger téglából épült, illetve még a teljes udvar is megújult. Simon Miklós országgyűlési képviselő összefoglalta, nyírbéltekre a most záruló, illetve az elmúlt Európai Uniós ciklusban több mint 2 milliárd forintos fejlesztési támogatás érkezett. Ennek köszönhetően többek között megújult az ökoturisztikai látogatóközpont, korszerűsítették a római katolikus templomot, az agrárszektorban dolgozók számára pedig egy terménytárolót építettek. 15-16 Európai Uniós pályázat az, ami sikeres volt eddig 2014 óta, tehát a múlt uniós ciklus és a mostani. Ez összesen majdnem 2 milliárd forint, tehát azt vonhatjuk le, azt a következtetést, hogy sikeres volt nyírbélteken az Európai Unió adta a támogatási lehetőségeknek a településen élők javára való fordítása. A TOP és TOP Plus programokat az elmúlt években a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat koordinálta. Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke kifejtette, nyírbéltek kiemelkedő pályázati aktivitást mutatott. Azt gondolom, hogy jól sáfárkodott a lehetőségekkel. Az önkormányzat, a települési önkormányzat is mindent megragott azért, hogy ezt a települést fejlessze. Nyilván ez kettőnálló vásár. Ha itt nem lett volna ilyen kezdeményezés, akkor nem tudtunk volna egy helyen fejlesztéseket megvalósítani. A TOP-ból, illetve a TOP Plus-ból sem. Jó együttműködés alakult két a települési önkormányzattal. Az átadó ceremónián Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet. A politikus hangsúlyozta, az EU-s források járnak Magyarországnak, ezek pedig itt jól hasznosulnak. Hozzátette, az Unió ugyanakkor olyan elvárásokat támaszt tagállamainak, amelyeket a magyar kormány nem fog elfogadni. Ezt nem úgy adja Brüsszel, hogy jaj, magyarok, szlovákok, románok, csehek, lengyelek, többiek, örüljetek, hogy adunk nektek valamit. És azt kell mondani, hogy cserébe nem kis dolgot kértek, a piacainkat. Nem kis dolgot kaptak, a munkaerőt. És mindazt, amit önök is, akár az a sok-sok mezőgazdasági vállalkozó, aki itt dolgozik, vagy a környéken dolgozik, bizony sokszorosan adja vissza Brüsszelnek ezeket a támogatásokat, és önök is személy szerint, adókon keresztül és sok mindenen keresztül sokszorosan adjuk vissza. Tehát annyira nem kell meghatódni, az egy más kérdés persze, hogy nyilván, ha érkezik támogatás, okosan és jól kell felhasználni, itt, ahogy hallottam, ez történt.
A piac megújítására a nyírbélteki önkormányzat 94 millió forintot, az utak rendbetételére pedig csaknem 72 millió forint uniós támogatást fordíthatott. Mintegy 50 gyermek élvezheti a Demecseri Tündérkert óvoda és bölcsöde új fejlesztéseit. Az 5 csoportos óvoda és a 2 csoportos bölcsöde fedett teraszokkal, új udvari játékokkal és egy sokszobával bővült. A beruházáshoz szükséges anyagi forrást, LEADER pályázat, önkormányzati hozzájárulás és jótékonysági rendezvények bevételei biztosították. A Demecseri Tündérkert óvoda és bölcsöde Méhecske csoportja készült rövid műsorral, hiszen fontos mérföldkőhöz érkezett az intézmény. A nagy álmodozások után számos kisebb-nagyobb fejlesztés vált valósággá. Az elmúlt időszakban olyan fejlesztéseket tudtunk az óvodába, bölcsődében előhozni, ami példaértékű itt a környező települések számára is, mint Demecser város egy centrális központi szerepet szeretnénk itt betölteni. Ezt az óvodát kínáljuk a környező települések, akik körülöttünk vannak, de főleg demecseriek számára van itt lehetőség ahhoz, hogy a gyerekeik olyan méltó helyen kezdjék meg az életük kezdetét, ahol jó emlékekkel fognak majd a társadalmi szférába beilleszkedni. A legújabb beruházásokat a napokban adták át. Az óvodához tartozó fedett teraszhoz egy LEADER pályázat biztosított 6 millió forint támogatást, amelyet az önkormányzat kipótolt. Az udvart is sikerült rendezni, az új játékok beszerzéséhez közel 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az intézmény. Ezt a játszóteret ráadásul nem csak az óvodába és bölcsödébe járó gyerekek használhatják, a kapu bárki előtt nyitva áll. A sószobára bálokkal, gyűjtésekkel és más jótékonysági rendezvényekkel gyűjtötték össze a költségek alapját, amelyet szintén az önkormányzat egészített ki. A teljes infrastruktúra fejlesztés közel 50 millió forintba került, de korábban is voltak olyan eszközbeszerzések, amelyekkel kiemelkedik a város óvodája. Ilyen volt például az innovatív képességfejlesztő digitális eszköz. Digitális okosjáték óvodásoknak, rövidítve DIO, a gyerekek már csak így nevezik, és már mi is felnőttek. Ez egy érintő képernyős, majdhogy nem olyan, mint egy nagy okos telefon, ami minden csoportszobánkban megtalálható. Képességterületeket fejleszt a gyermekeknél, digitális, tehát online világgal kapcsolódik, viszont limitálva van az idővallum, amiben dolgoznak a gyerekek. Igen, dolgoznak idézélesen, mert ez olyan szintű képességfejlesztés, amit hagyományos pedagógiai módszerekkel, fejlesztőfüzetekkel nem tudnának a kollégák csak nagyon nagy nehézségek árán. Az intézmény itt nem áll meg a fejlesztésben. Nemrég az Erasmus programra pályáztak, ebben Görögország és Törökország lesz a partner. Ezekbe az országokba tudnak majd kiutazni az óvoda pedagógusok, hogy jó gyakorlatot tanuljanak. Sőt, a gyerekek is kapcsolatba tudnak majd lépni egymással webkamera segítségével. Fontos, hogy minél erősebb legyen a nemzeti képviselet az Európai Parlamentben, mondta Máté Szalkán Hölvényi György. A Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője arról is beszélt, hogy a normalitásnak kell érvényesülnie az uniós politikában, legyen szó a család, a vallás vagy a migráció kérdéséről. Meg kell erősíteni a nemzeti érdekképviseletet az Európai Parlamentben. Az elmúlt éveknek a legfontosabb tanúsága volt, hogyha egység van, és tényleg nemzetbe tudunk együtt gondolkodni, akkor nagy dolgokat tudunk csinálni. Hogyha olyan politikai erőket, akik képtelenek arra, hogy nemzetbe gondolkodjanak, juttatnak helyzetbe, ez tulajdonképpen az ország helyzetét nehézítik. Itt Máté Szalkán természetesen világosan kell arról is beszélni, hogy a migráció az nem egy politikai játék, sem európai, sem nem magyar szinten, hanem az a része a valóságnak, és itt erről igazából szinte semmit nem is kell beszélni. Gyermeknapi programok és fejlesztések, erről szólt az elmúlt hétvége leveleken, felújították az iskola melletti parkot, és több funkciós intézményé válik a Molnár kastély. A térségi turizmus fejlesztésén túl a központ több száz rászoruló családnak nyújt majd segítséget a mindennapokban.
A gyermekekről és a családokról szólt a hétvége levelekem. Közösségi falfestés és meg annyi más program várta a kiérkezőket. A rendezvény egyben lehetőséget adott arra, hogy a település lakói birtokba vegyék a megújult iskolaparkot, és elkészült a település történeti sétánya is. Fejlesztésnél szerintem mindig nagyon fontos az, hogy miből indulunk ki, és hogy hová jutottunk el. Ez a terület gyakorlatilag az iskola udvaron eddig egy hasznosítatlan, illetve egy alulhasznosított terület volt. Leginkább növények voltak rendezetlen állapotban, és igazából jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt újra gondolnánk, ezt a teret, megnyitnánk gyakorlatilag az iskola, illetve a település közössége előtt is, és átalakítanánk, és amellett ugye, hogy szépen átalakult, és beparkosítottuk, új funkciót is kapott, hiszen akár a tanulás szempontjából, akár a szabadidő szempontjából, akár a játék szempontjából új funkciót kapott. Több mint 311 millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően a Molnár kastély is egy több funkciós épületté alakul át. Az épületben fejlesztőtermet, előadótermet és egy interaktív játszóházat is kialakítanak. A Molnár kastély külső és belső felújítására fog sor kerülni. Ugye ez a régi óvodánk épülete és két éve már az óvoda az új épületben működik, és hát az önkormányzatunk nagyon sokat gondolkodott rajta, hogy hogyan tudná ezt a kastélyt megőrizni ugye a jelenkor, illetve a jövő generációjának is, és hogy milyen funkciót tudna belegondolni, és pályázatot nyújtottunk be a helyi turizmusfejlesztés című top pluszos projektben, és sikerült támogatást kapnunk a kastély felújítására, és így nem csak egy épület fog, emblematikus épület fog megmaradni az utókor számára, hanem egy családbarát fejlesztő központot fogunk kialakítani. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, az élő és tenni akaró közösség a vármegye erős bástyája. Gyermekekről szól minden leveleken, és nem csak gyereknap alkalmából, hanem itt valóban. Tudják azt, hogy az a legjobb befektetés mindig az a befektetés, amelyet a felnövekvő generáció, gyermekek, az unokák jövőjéért teszünk. Legyen az akár egy olyan fejlesztés, ami éppen az oktatás nevelést érinti, vagy éppen a szabadidő hasznos eltöltését. És hát azt hiszem, hogy a mai gyereknapon is látszik az, hogy nagyon jó helyre mennek azok a források, amelyek levelekre érkeznek, és látszik azt is, hogy valódi kovász van a településen, hiszen nyüzsgő tömegbe botlunk a mai napon is, és hát azért jó pár rendezvény volt itt az utóbbi időben, akár a kultúra, akár a sport területén, ahol mindig azt láttuk, hogy valóban itt az a közösség, amely működteti a települést, az erős bástyája Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének is. A nap folyamán díjakat is átadtak, azok munkáját ismerték el, akik az elmúlt években a legtöbbet tették a település fejlődéséért. Levelek díszpolgára címet kapott dr. Mudri Imre Istvánné, dr. Nagy Mária. Szociális szolgáltatások, finanszírozás, viselkedés és helyes bánásmód, ilyen és ehhez hasonló kérdések kerültek előtérbe a Nyírségi Segítők Társasága által szervezett konferencián Nyíregyházán. Az eseményen kiemelt hangsúlyt kapott a fogyatékkal élők helyzete, és az, hogy mindennapjaikat össztársadalmi szinten biztonságosabbá tegyék. Petrus József, a Nyírségi Segítők Társaságának elnöke nyitotta meg azt a konferenciát, mely arra hivatott, hogy különféle ellátórendszerek között irányt mutasson és új szolgáltatásokra hívja fel az arra rászorultak figyelmét. Az Egyesület idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, ennek apropóján szerveztek konferenciát a fogyatékosságügy és a szociális terület összefüggéséről a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Olyan kérdéseket fog boncolgatni, olyan kérdésekre fog választ adni, amelyek sajnos aktuálisak minden alkalommal. A konferencián egyrészt a szociális intézmények, legyen az bentlakásos nappali intézmény, vagy támogatott lakhatás támogató szolgálattal kapcsolatos információk hangzanak majd el. Ezeket kifejezetten olyan előadók fogják előadni, akik a szakmájuknak a krémje, hogy úgy mond. Tehát, de a Magyar Államkincstár, valamint a
Gyámhivatal is képviselteti magát, mert innen is nagyon fontos információkat fognak megtudni a résztvevők. Támogató szolgáltatások 2024-ben. Ezzel a címmel tartott előadást Meleg Sándor, szociális munkás, a Szegedi Tudományegyetem mesteroktatója. A konferenciákon való részvétel jó alkalom arra, hogy az ellátószervek és a döntéshozók közvetlen közelről kapjanak információt arról, hogy melyek lehetnek az ellátórendszer hiányosságai, milyen területeken van szükség fejlesztésre. Erről már Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere beszélt. Nagyon fontos ez a terület, sokrétű és szerte ágazó. Tehát néhány dolgot említenék, hogy a fogyatékosokkal kapcsolatban Nyíregyháza önkormányzata milyen ellátásokat, milyen szolgáltatásokat biztosít. Említhetném elsőként a nappali ellátócentrumunkat, amely egy komplex ellátócentrum, gyakorlatilag a fogyatékosok minden területére, szegmensére kiterjed, akár szenvedélybetegek, vagy egyéb pszichiátriai ellátásra szoruló fogyatékosok is látogathatják. Emellett van egy lakóotthonunk, amely 10 fő részben önellátásra képes fiatal számára nyújt folyamatos lakhatást. Nagyon fontosnak tartjuk a tanácsadást, a felvilágosítást, a hozzáférés biztosítását olyan formán is, hogy 2023-tól a családsegítő központban két főállású fogyatékosságügyi tanácsadó dolgozik nyíregyházi és vármegyei szinten, hogy segítse a fogyatékosokat, hogy a különböző szolgáltatásokat hogyan tudják ellátni. A konferencián azok a társaságok is bemutatkoztak, akik szolgáltatásaikkal nagyban hozzájárulnak a fogyatékkal élők biztonságos mindennapjaihoz. Teljes lett a trilógia, helyére került Mihálka György festőművész utolsó, grandiózus festménye Nyíregyháza egyik bevásárlóközpontjában. A mozaikokból összeállított olajfestmények egyenként 8 méter szélesek és 3 méter magasak. Az állandó kiállítás legújabb alkotása az Utolsó óriás címet viseli. Az Utolsó óriás. Ez a címe Mihálka György festőművész legújabb alkotásának, amely a Badacsony trilógia névre keresztelt festményegyüttes utolsó darabja is egyben. A grandiózus alkotásoknak egy rendhagyó környezet, Nyíregyháza egyik legnagyobb bevásárlóközpontja ad állandó otthont. A művész és az üzletház elképzelései 3 évvel ezelőtt találkoztak. Badacsonyban találkoztam egy mondával, egy badacsonyi legendával, hogy itt éltek óriások, és akkor ez annyira felpezsdített, vagy nem is tudom, hogy más népek mondakörében is rengeteget olvastam óriásokról, hogy ez így, hogy itt Magyarországon is, és hogy ott pont az Észak-Balatoni részen éltek ezek az óriások, meg is volt nevezve kettő belőlük, a két utolsó óriás. Az egyik volt Haláp, ő egy óriás lány volt, és az utolsó óriást pedig Balatonnak hívták. És róla kaptam majd később a nevét a nagy vízünk. És akkor ugye ez annyira izgalmas volt, hogy én ezt elkezdtem így, megfestettem akvarelbe, stb. És ez nagyon tetszett itt az üzletház vezetőinek, úgyhogy ebből indult el ez a trilógia. A Badacsony trilógia az egyik leglátványosabb példája annak, hogy az üzletház vezetése elkötelezett a helyi művésztársadalom támogatásában. Bevásárlóközpontunk Nyíregyháza szívében található. Naponta több ezeren fordulnak meg nálunk, az ide látogatók számára pedig szerettük volna nyitva adni a művészet ajtaját. Fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációnak értéket mutassunk, kulturális erényeinket pedig régiós szinten kiemelten kezeljük és támogassuk, ezzel is erősítve a jelenkor és a jövő művészeit. Az olajfestmények érdekessége, hogy az alkotó az alumínium lemezekre festett részletekből mozaikszerűen és tűpontossággal illesztette egybe azokat. Így egyenként 8 méter széles és 3 méter magas festményeket láthatnak az érdeklődők. Bronzérmes lett az NB1-ben az A Stúdió futszál Nyíregyháza. Lovas Norbert együttese a harmadik helyről döntő párharc negyedik mérkőzésén 5-3-ra verte a Berettyó Újfalut, így 3-1-es összesítéssel szerezte meg a bronzérmet. A bajnoki címet a Haladás VS-e hódította el, a második helyen pedig a Kecskemét végzett.
3-3 elleni mérkőzések, dobóversenyek, ügyességi versenyek. A kosárlabda játszotta a főszerepet vasárnap a Korányi Streetball pikniken Nyíregyházán. A Nyikse által szervezett egésznapos rendezvényen, két helyszínen számos kísérőprogrammal várták a kosárlabdát kedvelő családokat. Gyönyörű idő, lelkes fiatalok, mosolygós szülők és persze kosárlabda minden mennyiségben. Amint egy 240 gyereket és 8 edzőt foglalkoztató Nyikse nem első alkalommal rendezett szezonzáró családi napot, viszont idén új névvel Korányi Streetball piknikként hirdették meg az eseményt, amelynek a Bánki utcai kosárlabda pályái mellett a Törpe utcai streetball pálya volt a másik helyszíne. Bár még vannak hátra mérkőzések a szezonból, az egyesület elnöke már értékelni tudta a kosaras idényt. Nagyon jó idényt zár az utánpótlás terén, amiben már évek óta komoly energiát és munkát fektetünk, nagyon jó edzőkkel, komoly és egyre komolyabb szaktekintélyű edzőkkel, akik például most is nem tud itt lenni az U11-es csapatunk, az őszüleik, hiszen Sopronba vesznek részt az országos jamborin, ahol a legjobb 8-ba is beférnek, ahogy így az edző mondta, ahol több csapatban játszanak szétosztva, de nagyon tehetséges és Busz Jácint az egyik fiatal U11-es tehetségünk, például még a dobóversenyt is megnyerte Sopronban most, úgyhogy tényleg nagyon örülünk, az U12-es csapatunk az országos szakmai tornát játszott, ott itt Nyíregyházán rendeztük az egyik 4-es csoportot, és abba is bekerültünk, tehát ők is az ország legjobb 16 csapata között vannak, valamint az U14-eseink is a regionális helyosztóban a második helyet szerezték meg, úgyhogy azt gondolom, ez is egy nagyon szép eredmény. Asztalos István játékosként éveken keresztül erősítette a Nyikse csapatát, napjainkban viszont már edzőként igyekszik átadni tudását a gyerekeknek. Nem teljesen pályakezdő edző vagyok, mert csinálom már úgy negyedik éve, igaz, hogy most már úgy komolyodik a dolog, két csapatom van, jelenleg viszek egy kadett csapatot, a Nyiksénél, valamint van Kertvárosban van egy 1-4 osztályig csapatom, nagyon élvezem, úgy látom, hogy ragaszkodnak hozzám a gyerekek, és egy óriási élmény tényleg megtanítani őket az alapokra. A Törpe utcai kosárlabdapálya helyén korábban az autósok gyakorolhattak, most viszont már a sportolók használhatják a közösségi teret. Itt a családoknak van a helye, itt a családi benevezettek verseny, ezek a hátam mögött látható, hogy nagy az izgalom, és természetesen összekapcsoltuk a gyereknappal is, hogy milyen ereje van, óriási. Mi ezt már az elmúlt években megtapasztaltuk, mikor ezt megépítettük közösen, kitaláltuk, hogy mi legyen ebből a régi rutinpályából az itt élőkkel. Sportpályában gondolkodtunk leginkább, hogy sportolási lehetőségeket tudjunk adni a környékben élőknek. Azt hiszem, hogy sikerült elérni a célunkat, egyre népszerűbb ez a közösségi tér. A Nyikse elnöke még két fontos momentumot emelt ki a lassan búcsúzó idényből. Az egyik, hogy együttműködési megállapodást kötöttek az NB1-es női bajnok DVTK-val, a másik pedig az, hogy tavasszal az U14-es csapatukkal részt vettek egy szarajevói nemzetközi tornán. Híradók végére értünk, úgyhogy jöjjenek szokásunkhoz híven főbb híreink még egyszer, de már csak röviden. Energetikailag korszerűsítették Nyírbéltek piac csarnokának épületét, de teljesen megújult az ahhoz tartozó árusító tér is. A fejlesztés hétfő délután adták át a nagyközségben. A beruházás európai uniós forrásból valósult meg, mint ahogy két belterületi út felújítása is. Az eseményen hangsúlyozták, az önkormányzat az elmúlt években kiemelkedő pályázati aktivitást mutatott. Líder pályázat, önkormányzati támogatás és jótékonysági rendezvények segítették a Demecseri Tündérkert óvoda és bölcsöde fejlesztését. Ennek keretében fedett teraszt alakítottak ki, mind az óvodai, mind a bölcsödei épületrész előtt. Új játékokat telepítettek a játszótérre, amelyet nem csak az intézménybe járó gyerekek használhatnak, és egy speciális sószobát is kialakítottak az óvodai részen. A teljes beruházás mintegy 50 millió forintba került. Gyermeknapi programok és fejlesztések, erről szólt az elmúlt hétvége leveleken. Felújították az iskola melletti parkot, és több funkciós intézményé válik a Molnár kastély. A térségi turizmus fejlesztésén túl a központ több száz rászoruló családnak nyújt majd segítséget a mindennapokban. Május 28-a van, kedden önök a Kölcsey Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra szerdán este jelentkezünk, addig is várja önöket a weboldalunk, és én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, estére jó pihenést, viszontlátásra!
Szerdán sokat süt majd a nap. Emellett az ország északkeleti felén harmadán lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, és itt fordulhat elő több helyen záporzivatar. Nyugat felé haladva csökken a felhőzet mennyisége és a csapadék esélye. Napközben 24-26 fokig melegszik fel a levegő.